Egyesült Államok szerte megerősítették a vallási intézmények védelmét, miután egy fegyveres szombaton 11 embert lemészárolt egy pittsburghi zsinagógában. A 46 éves férfi korábban antiszemita szidalmakat tett közzé az interneten. Zsidó dallamokkal emlékeztek meg a szombati vérengzés áldozatairól Pittsburgh lakosai. A szemerkélő eső ellenére sokan elmentek a vírasztásra. We have to stop it. Ennek véget kell vetni. A vezetőknek kellene ezt megakadályozni, de nem teszik. Civilizált ország vagyunk, annak kellene lennünk, mondta egy helyi asszony. Washingtonban is volt megemlékezés, a Fehérház fölött pedig félárbuszra engedték az amerikai lobogót. A pennsylvániai város Életfája nevű zsinagógájába szombat reggel hatolt be egy férfi, akinél gépkarabély és több pisztoly is volt. Halál a zsidókra felkiáltással válogatás nélkül kezdett el tüzelni a ceremónia résztvevőire. 11 felnőttet lemészárolt, hatott köztük több rendőrt megsebesített. Végül a rendőrök őt is megsebesítették és elfogták. Az amerikai elnök antiszemita támadásnak nevezte a mészárlást. Amikor ilyen bűncselekmények történnek, alkalmazni kell a halálbüntetést, az elkövetőknek az életükkel kell fizetni. Ki kell határozottan jelenteni, soha többé, fogalmazott Donald Trump. Az izraeli kormány vasárnapi ülésén néma csenddel emlékezett meg az áldozatokról. Benjamin Netanyahu miniszterelnök szerint egész Izrael együtt gyászol a hozzátartozókkal. Az elkövetőt, a 46 éves Robert Bowers-t 11 rendbeli gyilkossággal vádolják. Ha bűnösnek találják, halálbüntetést kaphat.